A május 16-ai testületi ülés Zirai László író, költő, publicista, irodalmi szerkesztő méltatásával kezdődött. Karsai Ferenc polgármester gratulált a hónap művészének, majd Balázs János, Liszt Ferenc díjas zongoraművésznek, aki nemrégiben Kossuth díjat vehetett át Áder János köztársasági elnöktől. 33 napi rendi pontban döntöttek a képviselők. Már elkezdődött a belterületi földutak aszfaltozása a kerületben. Az előzetes felmérések alapján idén 39 útszakaszt látnak el szilárd útburkolattal a szakemberek, de a mostani képviselői döntés alapján további 8 útszakaszra kívánnak kérelmet benyújtani a miniszterelnökséghez, hogy azokat is még idén leaszfaltozhassák. A támogatásra elnyerhető összeg körülbelül 372 millió forint, melyet közel 200 millió forinttal egészítenek ki az önkormányzat. Az elmúlt években sok játszótér épült vagy újult meg a kerületben. Lakossági igény alapján az önkormányzat a Jósika utcában a tangazdaság területén egy újabb játszóteret alakítana ki, a több mint 400 négyzetméteres területen a végső döntést a fővárosi közgyűlés mondja ki. Egyre több észrevétel érkezik az önkormányzathoz, hogy gazosak, elhanyagoltak a kerület forgalmas közterületei. Sok esetben ezek a területek nem önkormányzati kezelésben vannak, hanem fővárosiban vagy államiban. A mostani képviselői döntés alapján, hogy a kerület egységes, szép és rendezett képet mutasson, két kaszálás között, ha indokolt, Budafok-Tétény önkormányzata önként vállalja a rendbetételt, de továbbra is az adott terület tulajdonosának a feladata a gazírtása. A statisztikai adatok alapján évről évre egyre több gyermek születik és él a kerületben. Jelenleg 1509 óvodás elhelyezését kell biztosítani az egyesített óvodának, ami csak férőhely bővítéssel oldható meg. Testületi döntés alapján 2019. szeptember 1-től a Csemeteker tagóvodában 25, a Maci tagóvodában 13 fővel bővülhet a gyermekek létszáma. Ehhez természetesen az óvodai dolgozók létszámát is megemelik. Zárt ülésen döntöttek arról, hogy kik legyenek idén a kerület díjazottjai.